Sziasztok, én Joe vagyok, ti pedig a Horror Stories of Pécs legújabb videóját nézitek, amiben néhány Disney mesek kegyetlen eredet történetét ismerhetitek meg. A Disney filmek mindannyiunk gyermekkorát bearanyozták. Szívmelengető mesék, amiknek naív szépségük mellett rendre sikerül komolyabb témákat is felvonultatniuk. Ám ezek a történetek olyan meglepő, sötét titkokat rejtenek, amik nem állnák meg a helyüket gyermekmeseként. Az első egész estés Disney film a Hófehérke és a Hét Törpe cselekménye feltehetően Margaret von Waldeck nevezetű, a 15. században élt bajor nemesasszony történetén alapszik, aminek egyik megdöbbentő elemei a törpék, akik valójában Hófehérke testvére által részbányában dolgoztatott és ezáltal eltorzult gyerekek. Ezért is talán nem meglepő, hogy a stúdió a Grimm fivérek verzióját dolgozta fel, aminek történetében például a gonosz királyné nem csak a lány meggyilkoltatását és szívének kivágását rendeli el a vadásztól, hanem Hófehérke májának és tüdejének kivájását is, hogy azt elfogyasztva elnyerje majd a lány szépségét. Az eredeti Grimm és Disney verzió cselekménye nagyon hasonlóan csordogál egészen az esküvőig, amire a környék összes uralkodója hivatalos volt, még a gonosz királyné is, akit megérkezése után arra kényszerítettek, hogy egy pár tüzes vascipőben addig táncoljon, még el nem ég. Mindannyian ismerjük Pinocchio, a kis fabábú történetét, aki kalandos megpróbáltatásokon megy keresztül, még nem elnyeri egy hétköznapi kisfiú testét. Azonban a Disney ezt a mesét is alaposan átkozmetikázta, hiszen az eredeti íromány sokkal a sötétebb hangvétellel mutatja be az eseményeket. Az 1800-as évek derekán publikált mesében a főhős egy megátalkodott kis szörnyetekként jelenik meg, aki, ahogy megtanul járni, egyből megpróbálja elhagyni Geppettót, ám csak a legközelebbi rendőrőrség jut. A rendfenntartás azonban az öreg favágot veszi elő, akit börtönbe is vetnek, Pinocchio molesztálásáért. Szabadulása után Geppetto iskolába szeretné küldeni Pinocchiót, aki ehelyett inkább agyoncsapja Tücsök Tihamért, aki a filmben legfontosabb segítőtársaként jelenik meg. Pinocchio magatartása pedig ezt követően sem változik, kétes aranyüzletbe keveredik, leégeti a saját lábát, még nem a történet legvégén, nemes egyszerűséggel felakasztják. Csipke Rózsika egyik őstörténete Giambattista Basil 17. századi nápolyi udvarnok nevéhez köthető. Az eredeti történet első néhány jelenete tulajdonképpen nagyon is hasonlít az 1959-es Disney adaptációhoz. Aztán, ahogy a nagykönyvben megvan írva, jön a szőke herceg fehér lovon, és a Basil féle sztoriból minden lesz, csak gyerekmese nem. Az eredeti történetben ugyanis a király, aki nem mellesleg házas, nem csak megcsókolja az akkor már 100 éve álomban szendergő Csipke Rózsikát, hanem meg is erőszakolja. A lány teherbe esik, és még a kómában ikergyermekeknek ad életet. Ébredése után visszatér hozzá a király, akivel az erőszak ellenére hamar szerelembe esnek. A feleség rettenetes haragra gerjedt férje hűtlensége miatt, ezért azt terveli ki, hogy miután megfőzte az ikreket, megeteti azokat a férjével, Csipke Rózsikát pedig élve elégeti. De végül ő kerül mágiára. Thank you.
a Notre-Dame-i toronyőr eredeti történetét Victor Hugo jegyzi, aki még 1831-ben publikálta ezt a művét. Persze a cselekménynek számos változtatáson át kellett esnie, mire 165 évvel később elnyerte a Disney moziból ismert formáját. Ez a finomítgatás többnyire a brutális fináléban érhető tetten, ugyanis amíg a Disney változatban Quasimodo legyőzi a fő ellenlábasát, majd Esmeralda örökös barátjaként él boldogan, addig Hugo verziója sokkal a sötétebb hangnemben zárul. Itt Frollo felakasztja Esmeraldát, ami azonban olyannyira felbőszíti a lány iránt heves érzelmekkel bíró Quasimodót, hogy megöli a gonoszt, majd engesztelhetetlen fájdalmában halálra éhezteti magát. A Hamupipőke sztori motívumai először Charles Perrault 1697-es meséjében jelentek meg. Aztán megijöttek a Grimm testvérek, és velük együtt egy-két morbid történetszál is. Több eltérés van a történetek között, például a Hamupipőke segítője itt nem egy jóságos tündér, hanem az anyja sírján virágzó varázsfa. Szintén érdekes eltérés, hogy a bálból elviharzó Hamupipőke nem véletlen veszíti el cipellőjét, hiszen a herceg előre kitervelten ragasztóval kente be a lépcsőt. És ez az omniózus cipellő indukálja harmadik számot tevő különbséget is, ami egy véres lezárás formájában ölt alakot. Az egyik mostoha nővér annyira vágyakozik a herceg szerelmére, hogy még a saját sarkának egy darabját is levágja, hogy beleférjen a cipőbe. A herceg azonban észreveszi a topánkában felgyülemlett vért, így fény derül a csalásra. Viszont, mivel az üvegcipellő tökéletesen passzol Hamupipőke lábára, a herceg vele köt házasságot. Az esküvőn megjelenik a két mostoha nővér is, hogy elnyerjék a korábban általuk sokat gyötört lány kegyeit. Ám számításuk nem jön be, mert a mennyasszony madárbarátai és azok barátai megtámadják őket és kikaparják a szemeiket. A Bazil-féle Pentameron gyűjteményben lévő Hamupipőke történet ezt még tetézi azzal, hogy Hamupipőke közvetlen az esküvője előtt kitöri mostohája nyakát. Tetszett, amit láttatok, iratkozzatok fel a csatornánkra, ahol számos érdekes témával foglalkozó videó vár titeket, természetesen az általunk készített horrorfilmek mellett. Köszönöm a figyelmeteket, én Joe voltam, sziasztok!